Áldott az Isten, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk kősziklája. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged ennek az elmúló hétnek minden ajándékáért. Köszönjük a szép időt, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy napról napra együtt dicsőíthettünk téged, és köszönjük mindazt, amit igéddel és szent lelkeddel ma is el tudsz végezni és végzel. Áldunk azért, mert te mindez ideig munkálkodsz. Köszönjük, hogy nem kell vakon élnünk és majd meghalnunk, nem kell koldus sorban maradnunk, mert a te fogadott gyermekeidnek teljes gazdagságodat oda ajándékozod. Köszönjük mindazt az ajándékot, amit az elmúlt napokban kaptunk tőled, és kérünk tőled ma estére is. Olyan nagy bajban vagyunk mi sokszor, Atyánk, azzal, hogy mit is kellene tennünk ahhoz, hogy higgyünk, hogy miért olyan erőtlen és kicsi a hitünk, hogy miért kell hadakoznunk állandóan a bennünk lakó hitetlenséggel. Kérünk, hogy a te igéd világosságába hadd kerüljenek most ezek a kérdések, és segíts minket, hogy ne kérdéseinkkel való viaskodásban folyjék el az erőnk, hanem a neked való engedelmességben, a te követésedben, Úr Jézus, tudjuk kifejteni az erőnket. Bátoríts minket erre most szent lelkeddel, adj nekünk halló fület, a te lelkedtől megvilágosított értelmet, engedelmessége kész szíved. Amen. Így a hét vége felé többen, akik komolyan akarják venni, amit Istentől hallottak, aggódni kezdtek, hogy jaj, de mi lesz a továbbiakban? Meddig fog tartani azoknak az igéknek az ereje, amit itt hallottunk, meddig fog tartani az ő elhatározásuk, vagy talán csak lelkesedésük, vajon csak ugyan előbe tudnak-e lépni a hit útján? Hallgassunk meg egy olyan éneket, amit az énekkar elénekel most, ami mi rólunk, meg ezekről az aggódásainkról följebb irányítja a figyelmünket. Mert ahogy hallottuk, ott a magasban dolgoznak. És ne a mi hűségünket, elszántságunkat, lelkesedésünket vizsgálgassuk, hanem abban legyünk bizonyosak, hogy Isten hűsége az megbízható, és az nem fogy el. Úgyhogy minden szava igaz ennek az éneknek. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten, és irgalmad nem fogy el a múló idővel, te vagy az irgalom, a szeretet. Hallgassuk meg ezt az éneket.
így igaz, és ebben bizakodjunk. Heti igénknek a második felét olvasom most, a Márk evangélium a 10. részének az 50. versétől. Bartimeus ledobta a felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Végéhez közeledünk a történetünknek. Az elején megismerkedtünk egy vak koldussal, aki névtelen senkiként tengette az életét egy virágzó, pezsgő nagy városban, senkinek nem volt fontos. Aztán hallott Jézusról, ez a szívébe fogadott jó hír bizalmat ébresztett benne Jézus iránt, és tegnap láttuk, hogy amikor Jézus arra járt és keresztül ment azon a városon, akkor megállt mellette, és beszédbe elegyedett vele. Mit kívánsz, mit tegyek veled? És Bartimeus gondolkozás nélkül mondta a választ, hogy lássak. És ezek után hangzott el ez a mondat, ami mai alapigénk. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. Jézus tehát külön szóra érdemesíti Bartimeusnak a hitét. És egy jelzőt is tesz elé, azt mondja, hogy ez megtartó hit. Valamelyik este említettem már, hogy ez a szó jelenti azt is, hogy megmenekülni, megszabadulni, üdvözülni. Bartimeus hitét Jézus megtartó, üdvözítő hitnek minősíti. Miért van szüksége erre a jelzőre? Van vajon másféle hit is? Van, sokféle hit van. Szinte minden ember hisz valamiben, és ha valaki azt mondja, hogy én hiszek, vagy hívő vagyok, ez még hiányos meghatározás, mert a hitet mindig a tárgya minősíti. Mit hisz valaki? Vagy még inkább, kiben hisz? Mert vannak ostoba hiedelmek is, van minden alapot nélkülöző hiszékenység, minden nagy vallásnak a hívei hisznek sok mindenfélében, némelyik vallás hívei egyenesen démonokban. Aztán Jézus is beszél az úgynevezett ideig való hitről, amikor valaki hisz, talán inkább így kellene mondanunk, hogy hiszeget, egészen addig, amíg azért nem kell áldozatot hoznia. De ha egyszerre kellemetlen lesz hívőnek lenni, akkor eltűnik ez a hite. Ez az úgynevezett hite, az ideig való hite. Jézus azt mondja, hogy Bartimeusnak megtartó, üdvözítő hite volt. És Isten nekünk ilyen hitet kínál. Mi jellemzi azt a hitet, amire itt Jézus is azt mondja, hogy ez igen, ez hit. Ezt hívják úgy, hogy megtartó hit. Mi jellemzi ezt? Az, hogy minden esetben Isten szavára, a Bibliára épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. A megtartó hit mindig Isten igéjére épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. A megtartó hit végső soron mindig a Jézus Krisztusban való hit. Majd ennek a tartalmát megpróbálom mindjárt elmondani. Amikor a Filippi börtönben Pál apostol nem fejtegethette részletesen, hogy mi a hit, hanem annak a kétségbe esett, öngyilkos jelölt börtönőrnek a kérdésére, hogy mit csináljak, hogy üdvözüljek, csak egy mondattal válaszolhatott, akkor ezt mondta, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. És nem véletlen az, hogy Jézusnak itt a két méltóság jelzőjét is elmondja, az Úr Jézus Krisztusban, akinek te alárendeled magadat, akkor hiszel és engedelmeskedsz, majd ezt is látjuk, és higgyed, hogy ő a Krisztus, héber szóval a messiás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz.
Lehet, hogy ez a börtönő akkor hallotta életében először Jézus nevét. De Pál mégsem aggályoskodott, hogy jaj, most hogy fogalmazzam, hogy magyarázzam meg, majd amit nem ért, megkérdezi, és akkor, ha tudja, megmagyarázza. De a lényege ez volt, mit csináljak, hogy üdvözüljek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tehát nem csak bizonyos hit igazságokat kell elfogadnia a hívőnek, hanem egy élő személlyel kell kapcsolatba kerülnie. A feltámadott élő Jézus Krisztussal. Ez nagyon szemléletesen előttünk van éppen Bartimeus történetében, mert adva van egyrészt Bartimeus a maga nyomorúságában, reménytelen, teljesen elszegényedett állapotában, ott van Jézus Krisztus a maga isteni hatalmával és szeretetével, és amikor Bartimeus hisz Jézusban, akkor mintegy kinyújtja a kezét felé, és a hitén keresztül beleárad az ő nyomorult életébe Jézusnak az isteni ereje, és meggyógyul. Érintkezésbe került a hit által egy élő személlyel, Jézussal, és onnan gyógyító isteni erők áradtak az ő életébe. Nem a hite gyógyította meg, hanem Jézus gyógyította meg. Csak a hitével elfogadta azt az ajándékot, amit Jézus adott. A hitével, mint egy belekapaszkodott Jézusba már az előtt, hogy Jézus fizikálisan ott lett volna. Mert ez a reménység éltette, hogy ha egyszer Jézus erre jönne, akkor meggyógyulnék. Mint egy fogta a hitével Jézust, és amikor ott volt, csak még inkább megszorította, és amit Jézus kínált, azt elvette. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a hit az a kinyújtott kéz, amivel megragadjuk Jézust, és elfogadjuk újra és újra, úgy, ahogy az énekben most hallottuk, minden nap újabb ajándékot és kegyelmet fogadunk el tőle. Tegnap használtuk ezt a hasonlatot, hogy a hit az az edény, amit oda tartunk a kegyelem forrásához, és az, ami abból kiárad, így a miénk lesz. Hiába van edényem, ha nem áradna a kegyelem, de az áram bőségesen. De hiába árad, ha nincs, amit oda tartsak, nem lesz az enyém az a kegyelem, akármilyen bőséges az Isten kegyelme, amíg a hitemmel nem nyúlok ki, és nem veszem el magamnak, nem veszem komolyan személyemre nézve is érvényesnek azt, amit Isten igéje mond, nem lesz az enyém. Úgy van ez, ahogy hallottuk tegnap előtt az igét, kegyelemből van a ti üdvösségetek a hit által. Isten adja, én pedig a hitemmel hálásan elfogadom. Ezért veszélyes dolog, testvérek, a jóslásnak és a varázslásnak minden formája, mert ott az ember akár tudja, akár nem, a Biblia ezt tanítja, az ördögtől vár és fogad el segítséget, a hitét az ördögbe veti, tehát azzal kapcsolja össze őt a hite. Mert akiben hiszek, azzal köt össze a hitem. És az ilyen ember ördögi befolyás hatás alá kerül, azután is, hogy megtudta azt, amit akart. Erről a Biblia nagyon világosan ír. Nos, most már az a fontos kérdés, hogy hogyan lehet egy Jézusban nem hívő ember a szó ilyen értelmében hívővé. Ezt is hallottuk. Nem ellenőriztem, de lehet, hogy minden este elmondtam, mert olyan fontos és világos ebben a történetben, hogy lett Bartimeus Jézus hívővé. Hallott Jézusról, amit hallott, azt komolyan vette, és ennek megfelelően viszonyult hozzá. Úgy várta őt, mint aki a messiás, az Isten küldöttje, tud rajta segíteni, most már csak ez a kérdés, hogy jön-e és mikor jön. Az összes többi nem kérdés. Az nem kérdés, hogy ő rászorul Jézus segítségére, az sem, hogy csak Jézus tud rajta segíteni, és az sem, hogy Jézus tud rajta segíteni. Ez a hitének a tartalma. És amikor Jézus megjelent, nem volt probléma. Ezért kiabált olyan elszántan, nem lehetett elhallgattatni, és ezért mondja itt Jézus neki, hogy megtartó hited van. A te hited megtartott téged, és ekkor még Bartimeus nem látott. Még vak, amikor Jézus ezt mondja neki. Utána pattan föl a szeme, és lát újra.
És ugyanez a menetrendje a hitrejutásnak ma is. Mindenképpen hallanunk kell Jézusról, ki ő, mit tett értünk, mit kínál nekünk, és miközben halljuk, harcba keveredik a bennünk lévő hitetlenséggel a bimbózó hit, és Istennek gondja van arra, hogy erősödjék a hitünk, és egyre erőtlenebb legyen a bennünk levő hitetlenség, és aki kiállt Jézushoz segítségért, annak ő válaszolni fog. Ezért nehéz azokkal az emberekkel eredményesen beszélgetni, akik kifejtik, hogy ők Istent kereső emberek, de nem tudnak hinni Jézus Krisztusban. Spurgeon a maga keresetlen módján azt mondta az ilyeneknek, hagyd abba a keresést, és légy hívő, mert akit keresel, itt áll melletted. És ez valóban így van. Megdöbbentő az Istent kereső József Attilának az a két sora, az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a világot. Nem kell a világot kerülgetnünk. Itt van Isten köztünk, ahol az ő igéje hangzik, ott egészen közel jön, halló távon belül, ha én hallhatom, hogy ő mit mond, ő pláne hallja, amit én mondok, kiáll csak, és meg fogja nyitni a szememet. Úgyhogy amikor emberek azt mondják, hogy nem tudnak hinni, akkor nagyon sokszor az az igazság, hogy nem akarnak hinni. Annyira felnőttek és okosak lettünk mi Isten nélkül, hogy vég nélkül latolgatjuk a dolgokat, halogatjuk a döntésünket, aztán a végén próbáljuk bebizonyítani, hogy ez nem nekünk való, ez tulajdonképpen lehetetlenség, meg nem is értjük, hogy mit kellene csinálni, holott csak azt kellene komolyan vennünk, amit Isten igéje mond. Amit Isten önmagáról mond, rólunk mond, velünk kapcsolatos tervéről mond, ezt kellene komolyan venni és igent mondani rá. Nem olyan bonyolult dolog ez, mint ahogy mi gondoljuk. Bartimeus hitének a lényege az volt, hogy elhitte, hogy Jézus az, aki, és így viszonyult hozzá. És most hogy lehetne röviden megfogalmazni, hogy mi a mi hitünknek ma a lényege, mi az, amire Jézus ma azt mondja, hogy ez megtartó, üdvözítő hit, lényegében ugyanaz, ami Bartimeusén volt, kiegészítve azzal, ami még azt követte nagypéntekkel és húsvéttal. A megtartó hit tartalma az, hogy hiszem, hogy Jézust az Atya küldte erre a földre, hogy segítsen rajtunk. Hiszem, hogy Jézus valóban helyettünk, vagy még jobb ezt egyes szám első személyben mondani, helyettem halt meg a kereszten, hiszem, hogy levette rólam a bűneim miatti igazságos isteni ítéletet, és ami nagypénteken a Golgotán történt, az él rám nézve is személyesen érvényes. Ezért Isten engem felmentett az örök ítélet alól, és már itt életet, örök életet ad nekem. És ez annyira bizonyos, hogy itt most helyben meg is köszönhetem neki, és elkezdhetek járni az új életben. Ez a rövid tartalma a megtartó hitnek. Hiszem azt, hogy Jézus az, akinek az Atya is mondta, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hiszem azt, hogy amit ő elvégzett, azt nem csak úgy általában végezte el a világért, meg az emberekért. Én helyettem, én miattam, én érettem, és én ennek örülök. És ezzel az örömmel kezdek el élni. Aztán jön majd sokféle küzdelem, hitharc, mindenféle, de győzelmek harcok között születnek, és ezeket a harcokat már nem egyedül vívja az ember, hanem azzal a Jézussal, akivel a hite összekapcsolta. Mert ez nem alkalmi találkozás, hanem ez egy örökké valósága szóló kapcsolat, közösség. És éppen a Jézussal való közösségben tapasztalja a hívő, hogy arra, amire Jézus a benne hívőket bátorítja, képesekké is tesz minket. Olyan sokszor szokták mondani, hogy ó, a hegyi beszéd gyönyörű, de hát ki képes arra? Senki. Hát ezt maga Jézus mondja. Önmagunkban nem vagyunk képesek, ha szerint élni. De hát éppen ez is kell, hogy odaszorítson minket, hogy komolyan vegyük, amit hallottunk egyik este, hogy szükséges újjá születnünk. Egyedül nem megy. Vele pedig
nem nagy szavak lesznek, hanem csendes, személyes tapasztalat, amit a Zsoltáros így mond, az én Istenemmel táboron is átfutok, és kőfalon is átugrom. Mert ő adja a lendületet, és ő emel át a nehézségeken és az akadályokon. Ha valaki nagyon precízírozni akarja, hogy mit tanít a Biblia a hitről, annyit még csak röviden megemlítek, hogy nagyon világos a Szentírás tanításából, hogy ennek az üdvözítő, megtartó hitnek három összetevője van. De nem elemzi ez sehol a Biblia, meg nekünk se kell elemezgetni. Legfeljebb azért jó, ha tudjuk, mert hol az egyiket, hol a másikat kell pótolnunk és erősítenünk. Ez az ismeretből, a bizalomból és az engedelmességből áll. Először Bartimeusnak is valamennyire meg kellett ismernie Jézust. Hát ha soha nem hallott róla, azt se tudja, hogy a világon van, akkor hogy higgyen benne. Először meg kell ismernünk. Az ismeretünk alapja a Szentírás, a Szentírást magyarázó igehirdetés, hívő tapasztalatokat szerzett hívő embereknek a beszámolói, és ezek alapján úgy lassan növekszik az emberben az ismeret, halálunk pillanatáig növekednie lehet és kell, és ez nagyszerű dolog. Egyre jobban megismerjük, ki a mi Istenünk, mi mindent tettő értünk, mi mindent ígér és kínál nekünk, feltétlenül szükséges az ismeret. Mi az, ami Isten szerint jó és rossz, és akkor én is azt akarom jónak és rossznak tartani, és így tovább. És amikor így megismerjük Istent, szinte magától következik be a második, hogy egyre jobban bízunk benne. Ha egyre jobban megismerek valakit, aki megbízható, akkor egyre jobban bízom benne, sőt egy idő után eszembe sem jut, hogy bizalmatlan legyek vele szembe. Ő biztos nem fog becsapni. És Istennél ezt biztosan vehetjük, hogy nem csap be bennünket. Egyre jobban bízunk benne. Nos, ez az, ami az ördögökből hiányzik. Mert az ismeretük nekik is megvan. Ők ismerik Istent. Jakab levelében olvassuk, hogy az ördögök is mindazt tudják Istenről, amit tudni lehet. Sokszor még többet tudnak, mint egy kezdő hívő. De nem bíznak, mert nem bízhatnak benne, mert lázadnak ellene, és az ellenségei akarnak maradni. Hát akkor hogy bíznának benne? A bizalom az már hiányzik. És ez a mi nagy töbletünk, hogy miután megismerjük Istent, egyre jobban bízunk benne. És ez azt jelenti, hogy személy szerint rám is érvényes mindaz, ami a Bibliában úgy általában van. És ebből megint csak azt mondom, hogy magától következik az engedelmesség. Mert ha valakit alaposan megismertem, benne feltétel nélkül bízom, akkor hallgatok a szavára. Sőt, direkt megkérdezem. Hányszor vagyunk tanástalanok? És egy hívő ember számára ez magától értetődő, óriási adottság, nagy kiváltság, hogy azonnal kérdezheti, hogy Uram, itt most mi a helyes, nem látok tisztán. Most melyiket döntsem, emellett is szólnak érvek, emellett is. Ez ellen is, ez ellen is. Most csak a magam tyúkeszével mérlegeljem. De van olyan, hogy 50-50 százaléknak tűnik. De nem ez érdekel engem. Mi a te akaratod? Szerinted mi lesz jó nekem? Ezt csak te tudod. A jövőt csak te ismered, sőt nem csak ismered, hanem te alakítod a jövőmet. És kialakul ez a reflexzerűen, hogy engedelmeskedni akarok. És ez nem valami ijesztő parancs lesz, hogy engedelmeskedj Istennek. Ez magától következik abból, hogy megismertem őt, eközben szinte észrevétlenül teljes szívemmel bízom benne, és ha ismerem és bízom, hát hogy ne tenném azt, amit ő mond. Akárki akármit mond, akkor is azt fogom csinálni, amit ő mond, mert eddig mindig kiderült, hogy az igaz, és mivel hiszek benne, így teszem ezt. Emlékszem, hogy egyszer, mikor nem volt ez világos a fejemben, egy régebbi, nagyon hétköznapi esemény során lett ez világosabbá. Hárman voltunk jó barátok, és az egyikünk nagyon nehéz helyzetbe került. És a másikkal megegyeztünk abba az ő háta mögött, hogy valahogy segítünk rajta. És nekem volt egy ismerősöm, aki közben járhatott volna, és biztos, hogy kész lett volna segíteni. Szépen megbeszéltük a haditervet, és nekem egy délután ehhez az ismerőshöz el kellett volna mennem. És már indultam, mikor jött a telefon a barátomtól, hogy ne menjek, mert másként alakultak a dolgok.
És ez nagyon meglepett engem, olyan precízen kidolgoztuk a tervet, milyen dolgok alakultak, és mi az, hogy másként, és hogy így az utolsó pillanatban. De máig emlékszem rá, hogy egy pillanatig se latolgattam, hogy most menjek, ne menjek. Ha ő azt mondja, hogy ne menjek, akkor nem megyek. Mert ő tud valamit, amit én most még nem tudok, és ő nem viccel ilyen komoly dologgal, és nem ugrat engem. Ő benne eddig is mindig megbízhattam, most is megbízom, nem megyek. És utólag kiderült, hogy ez így volt helyes. Most ez egy nagyon egyszerű hétköznapi helyzet, de körülbelül ezt jelenti hinni. Hogy ismerem azt, akire rábíztam magam, egészen rábíztam magam, és ezek után akármit mond, én azt fogom tenni. Ez nem mindig ilyen egyszerű, ez könnyű így a szószékről elmondani, és néha nagyon nehéz igent mondani Isten parancsára. Néha úgy teszünk, mintha nem értenénk, próbáljuk komplikálni a dolgot, vagy őt figyelmeztetni, hogy Uram, de itt ez van ám, meg az van ám. Olyan aranyos az a jelenet a Cselekedetek könyvéből, amikor az Úr Jézus Anániást küldi Saulhoz, akiből aztán Pál lett, hogy menj el hozzá, és mondd meg neki, amit majd én mondok ott. És olyan kedves ez a Saul, ez a hívő ember, hogy kezdi magyarázni Jézusnak, hogy Uram, hát te lehet, hogy elfelejtetted, hogy ez a mi ellenségünk, meg a te ellenséged. És kiderült, hogy nem felejtett el az Úr Jézus semmit, ő előtte Saul már Pál, és éppen Anániás lehet a nagy tanúja ennek a csodának, amikor a megvakult Pálnak lehull a hályog a szeméről, a szó lelki értelmében is, és az Úr Jézus apostolla lesz. Nem kell nekünk magyaráznunk az Úr Jézusnak, hogy mire legyen figyelemmel, hanem amit megértünk az ő útmutatásaként, azt kell hittel cselekednünk. Biztosan többen hallották, vagy olvasták a testvérek közül is ezt a történetet. Amerikában élt egy Blondin nevű cirkuszi mutatványos, tulajdonképpen artista, és őróla mondják azt, hogy kifeszített egyszer egy drótkötelet a Niagara fölött, és azon átment, sőt átszaladt, sőt elkezdett táncolni a közepén. És mindig nagy tömeg volt ott, és tátott szájjal, és nagy emelt szemekkel figyelték őt, és egy alkalommal áttolt egy talicskát. Visszafelé pedig úgy tolta, hogy téglát rakott bele, és egy téglával megrakott talicskát. És megkérdezte a csodálkozó nézőktől, hogy elhiszik-e, hogy egy embert is át tudna tolni. Ki hiszi el? Majdnem mindenki fölemelte a kezét. Akkor valaki jöjjön ide és üljön bele. Minden kéz leereszkedett, és senki nem vállalkozott erre, mert nem bízta rá az életét erre az emberre. Én elhiszem, hogy át tudna tolni, de inkább más toljon, vagy leginkább téglát, és még ő érte is aggódom, hogy le ne essék szegény előbb-utóbb. De én nem ülök bele. Na sokszor így vagyunk mi, Isten útmutatásával, igéivel, azokkal a vágyakkal, többre törekvéssel, ami föl-föl támad a szívünkben, hogy elvileg egyetértünk, helyes, igaz, minden úgy van, akkor kezdjem el csinálni. És itt sok ember megáll. Márpedig most a hét végén minket a mi Urunk a cselekvésre bátorít. Ha hiszel, akkor tessék elkezdeni engedelmeskedni. És akkor következnek be a csodák. Azért látunk mi olyan kevés csodát, azért veszünk észre kevés csodát, és azért történik kevés csoda az életünkben, mert nincs hitünk, vagy kicsi a hitünk. Csak elméleti a hitünk. Úgy igaz, minden így van, ahogy a Bibliában van. Akkor menjek el és kérjek bocsánatot attól, aki engem megbántott. És akkor azt hiszik, hogy tévedett az illető, hogy én őtőle, úgyhogy ő még nem kért én tőlem. És akkor jövünk a magunk viszintes, horizontális logikájával. Márpedig hinni azt jelenti, hogy föltekintek. És nem azt mérlegelem, hogy mi lehetséges, hogy szokott történni, ki mire képes, én is mire lennék képes, hanem mérlegelés nélkül igent mondok arra, amit Isten akarataként megértettem. Jó Sándor mondotta el az én drága elődöm egyszer itt ezen a szószéken, hogy egy barátjának egyszer a barackfái, sárga barackfái nagyon sokat teremtek, és elhívta két ismerősét, két nagycsaládos jó barátját, hogy vigyenek amennyit csak akarnak. Az egyik megjelent egy reklámszatyorral, a másik megjelent négy nagy kosárral.
és mindenki annyit vihetett, amennyi edénye volt. És elmondta Sándor bácsi, hogy neki olyan sokszor eszébe jutott az, hogy nem ez a mi bajunk, hogy kisszatyorral jelenünk meg a nagy Isten előtt. Ő neki nagy ígéretei vannak. Luther Márton a maga markáns, néha nyers módján mondta azt, hogy fogjátok szaván az Istent. Ha ő azt ígérte, akkor mert hinni, hogy az megtörténhet. Mennyivel másként tudnánk így imádkozni a magunk nyomorúságaiért, ismerősökért, a mi népünknek, országunknak a jövőjéért. A nagy Istennek semmi sem lehetetlen. Itt nem attól függ, hogy ő mit tud megtenni, és mit nem, hogy én mit tudok elképzelni. Mondjam nyugodtan, hogy a számomra elképzelhetetlen, és attól még imádkozzam csak tovább érte. Mert ő nagyon sok mindent megtett már eddig is, ami számomra elképzelhetetlen volt. És bízzam abban, hogy ezután is nagyon sok mindent meg fog tenni. A megtartó hit tehát mindig Isten igéjére épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. A megtartó hitet az jellemzi, az említett tartalmán kívül, hogy nem viszintesen tekinget és tájékozódik, miközben komolyan veszi a földi dolgokat, hanem fölnéz mindig, és onnan fentről, vertikálisan tájékozódik, onnan várja Istennek a cselekvését. És hadd fejezzem be ezzel a képpel újra, hogy a hit kinyújtott kéz. Nyújtjuk-e mi a kezünket Istennek, és üres-e a kezünk, vagy szorítjuk a magunk kacatjait, és így kérünk ide ajándékot, hova adja? A teljes bizalom gesztusa a kinyújtott kéz, és rábízom azt, hogy ő mit fog adni, és mit fog parancsolni, mint ahogy Bartimeus nem írta elő. Könyörülj rajtam, és majd ő tudja, hogy hogyan kell én rajtam könyörülni. Én sem tudom, nekem sem jut eszembe az, ami önálló már el van készítve. Nyújtsuk a kezünket, és legyünk bátrabbak. Mielőtt ezért imádkozunk, hallgassunk meg egy másik kórus művet is, amelyik egyenesen erre bátorít minket. Már a címe is bátorítás, úgy hangzik, hogy boldog, aki az Úrral jár, de mit kell annak, mit lehet annak tennie, aki az Úrral jár? Ki hittel föltekint az Úrra, az újult erőt nyer az útra, és győztes életharc után majd része lesz az üdv, a menny. Ki hittel föltekint az Úrra. Hallgassuk meg ezt a kórust. Thank you.
imádkozzunk, és azt szeretném javasolni, hogy imádság után tartsunk egy perc csendet, és ki, ami a szívében van, mondja el Istennek, tekintsünk föl ő rá valóban, és azután mondjuk el az Úr imádságát. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, hogy ismerhetünk téged. Tudjuk, hogy sok híja van még, ami Krisztus ismeretünknek, de ez a kevés is olyan sokat jelent már. Segíts, hogy növekedjünk a te megismerésedben. Köszönjük, hogy te semmi olyat nem tettél és nem mondtál, ami miatt csalódnunk kellett volna vagy kellene benned. Bocsáss meg, hogy sokszor mégis azzal bántunk, hogy bizalmatlanok vagyunk veled szemben. Te tudod, Úrunk, hogy milyen sokan becsaptak már minket. Sokszor már önmagunkban sem merünk bízni. Taníts meg minket te benned, feltétel nélkül bízni. Áldunk azért, hogy nem szégyenül meg az, aki bízik benned. És taníts meg minket újra és újra leholgasztott fejünket fölemelni, feltekinteni az Úrra, akinek minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Taníts minket ezzel a hittel előre nézni, élni, dolgozni, imádkozni. Ezzel a hittel eltölteni a testben hátra levő időnket, és ezzel a hittel átlépni majd az örökké valóságba, ahol a hitünk látássá lesz. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha már itt az énekkal közöttünk, hallgassunk meg még egy olyan éneket, ami a hitre bátorít bennünket, ki az Úrban bízott, nem csalódott még. És ennek az utolsó verse hangzik így, hogy azért merem bátran hittel vetni rád minden gondom, terhem, magam s más baját, mert ő megbízható Isten. Köszönjük szépen! Tegnap elfelejtettem aranymondást javasolni, ma azt javasolnám, amit Pál apostol mondott a Filippi börtönőrnek, mert ebben benne van a hitünk tartalma is,
higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem lesz nehéz megtanulni ezt sem. Holnap este már nem lesz Isten tisztelet, a holnap délelőtti alkalmon szeretnénk befejezni a sorozatot, azzal, hogy Bartimeusnak megnyílt a szeme, és követte Jézust az úton. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!